Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Rendhagyó tanévkezdés, szigorú szabályozásokkal készülnek a kollégiumokban is. Tablet, iskolatáska vagy éppen hajszárító az úszáshoz, nehéz helyzetben élő családoknak szervezett gyűjtést a Mosoly Manó Egyesület. Az első tréning elkezdte felkészülését a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. A járványveszélyre való tekintettel rendhagyó kollégiumi szabályozással készül az új tanévre a Pécsi Tudományegyetem. Beköltözés előtt a diákoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy az azt megelőző 14 napban nem jártak piros vagy sárga színkódú országban, emellett pedig mindegyik kollégiumban karanténszobát alakítottak ki. Az épületeket rendszeresen fertőtlenítik, a korábban 5 fős szobákba idén csak 3 fő költözhet be. A Pécsi Tudományegyetem a vidéki tagintézményekkel együtt mintegy 3000, Pécset 2000 diáknak biztosít szállást kollégiumban. A járványveszély miatt azonban a tanévnyitó előtt beköltöző hallgatókat már speciális szabályozásokkal várják. A diákoknak többek között nyilatkozniuk kell arról, hogy a beköltözés előtti 14 napban nem jártak a kormány és az operatív törzs által piros vagy sárga színkóddal ellátott országaiban. Minden egyes kollégiumban készülünk külön karantén szobákkal, így lehetőség van arra, hogyha valamely hallgatónál felmerül a fertőzés veszélye esetleg, akkor külön egy személyes szobában el tudjuk őt helyezni, és ellátásban részesülhet. Ezen felül a kollégiumokban egy folyamatos kézfertőtlenítési lehetőség adott lesz és biztosított lesz, illetve a különböző közös helyiségek, nyilázáró kilincsek is napi rendszerességgel többször kerülnek majd fertőtlenítésre, ezen felül pedig a közös helyiségekben, illetve a kollégium belül mindenféle közös térben a maszk használata kötelező. A PTE kollégiumaiban többségében 2-3 fős szobák találhatók, így ezekben az intézmény nem tartotta indokoltnak a szobák létszámának, és így a kollégium férőhelyeinek csökkentését. A korábban 5 fős szobákba azonban a most induló tanévben már csak 3 diák költözhet be. Országszerte elkezdődött az iskola őrök képzése. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint megyénkben összesen 182-en jelentkeztek a tanfolyamra. A jelentkezőknek meg kellett felelniük az iskola őrökről szóló BM rendeletben előírt egészségügyi, pszichológiai és fizikai erőnléti alkalmassági feltételeknek, valamint az egyéb törvényi előírásoknak, így mindösszesen csak 37-en kezdhették el a tanfolyamot Pécsett. Az iskola őrképzés elméleti és gyakorlati részből áll, amely során egyebek mellett pedagógiai, gyermekpszichológiai, bűnmegelőzési és konfliktuskezelési ismereteket tanulnak a résztvevők, illetve rendvédelmi elméleti és gyakorlati oktatáson vesznek részt. A sikeres vizsga után Baranyában mintegy 30 oktatási intézményben állhatnak munkába az iskola őrök. 7. éve gyűjti a rászoruló családoknak az iskola felszereléseket a Mosoly Manó Egyesület. Idén augusztus 12-én osztják az adományokat azoknak, akik előzetes regisztráció alapján jelentkeztek az Egyesületnél. A szervezet életkor és nem alapján válogatta és juttatja el az iskola kezdő gyerekeknek a felszereléseket, a legkisebbektől egészen a kamaszokig. Nehéz az iskolatáska hashtaggel jelölte idei felhívását a Mosoly Manó Egyesület, amelyben a rászoruló családoknak kértek új vagy jó állapotú használt iskolaszereket. Legyen szó árvaságról, egyedülálló vagy betegségben szenvedő szülőkről, a nehézségekkel küzdő családok regisztráció útján jelezhették az Egyesületnél, ha szívesen fogadnának adományokat a tanévkezdéshez. Nem csupán iskolatáskákat és toltartókat, hanem digitális eszközöket is ajándékoztak a Mosoly Manó Egyesület felhívására. Látható, hogy azért elég sok minden beérkezett, számítógéptől kezdve laptopig, tabletig, gyerekágynemű, úszáshoz, hajszárító, fürdőhúha, úszósapka, tornacipő,
a HRN-től 50 darab ovis tisztasági csomagot kaptunk, illetve kaptunk egy másik felajánlást a Pécs Árkádba dolgozó kulcsmásoló felajánlott, hogy 3 családnak ingyen akár egy teljes kulcskészletet. Az adományozók akár az anonim listáról is kiválaszthatták, hogy óvodás korú vagy éppen kamasz gyereknek, fiúnak vagy lánynak tudnak leginkább segíteni. Szerdán fognak jönni a családok. Sorszámot kaptak, a sorszám alapján kerültek kiírásra, ugye a nehéz az iskolatáska hashtaggel a kéhések, és van olyan, akinek konkrétan hoztak be mondjuk középiskolás szakgimnáziumba menő lánynak egy anyuka behozott 5000 forintot, hogy ő ezzel fogja támogatni az ő iskola kezdését, de van olyan is, aki kiválasztott egy családot, és mondjuk oda volt írva, hogy 4. fiú, 7. lány, és az alapján bevásárolt, és az iskolatáskába mindent betett, ami egy ekkora gyermeknek szükséges. A Mosolymanó Egyesület immár 7. éve gyűjti az iskolaszereket, de ezen kívül számos más nehézségben is igyekeznek segíteni a pécsi kertvárosban élő családokat. Sporttal folytatjuk. Elkezdte a felkészülését a következő szezonra a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. Az együttes hosszas kihagyás után csaknem minden játékosával kiegészülve indította több hetes edzés sorozatát. A csapat első idei tréningjére a sajtó képviselőit is meghívták. Az edzés előtt az egyesület vezetői a jelenlegi keretről, valamint a PVSK jövő évi céljairól is beszéltek. Az előző kosárlabda bajnokság azonnali befejezését követően augusztus elején kezdte meg felkészülési időszakát a PVSK Veolia első osztályú férfi kosárlabda csapata. Dragan Alexic egy jelentősen átalakult, leginkább a fiatal játékosokra épülő kerettel készülhet a következő idényre. A korábbi évekhez hasonlóan az egyesület vezetősége idén is a vezetőedzővel közösen választotta ki azokat a sportolókat, akikkel szerződést kötöttek a következő idényre. Dragan Alexic így már a felkészülési időszak alatt elkezdhette kidolgozni a klub jövő évi taktikáit, és gondolkodhatott a játékosok rotációján. Ez mindig egy közös nevezőre jutás. Természetesen minden játékost a szakma választ ki. Próbáljuk mellé tenni az anyagi részét, tehát a gazdasági részét is, és azt szerint van például egy olyan játékosunk is, a Demeter Attila, aki vissza szeretett volna jönni a PVSK-ba. Tehát sok minden meghatároz azt, hogy milyen a következő, mindig a következő évi csapat és keret. Most szerintem ez jó lesz, így jött össze, és reméljük a szurkolókat ezzel ki tudjuk majd elégíteni. Ugyan a PVSK Veolia már megkezdte a felkészülést a következő szezonra, a játékosok közül többen még nem érkeztek meg Pécsre. Ivejko Budimir és a frissen szerződtetett Kenny van der Burg sem csatlakozott még a csapathoz. Főpíreink még egyszer néhány mondatban. Rendhagyó tanévkezdés, szigorú szabályozásokkal készülnek a kollégiumokban is. Tablet, iskolatáska vagy éppen hajszárító az úszáshoz. Nehéz helyzetben élő családoknak szervezett gyűjtést a Mosolymanó Egyesület. Az első tréning elkezdte felkészülését a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Kedden késő estére 22 fokig hűl le a levegő hőmérséklete Pécsett. Szerdán napos idő ígérkezik, délután lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Elszórtan várható záporok, zivatarok kialakulása. Délután 33 fok valószínű városunkban. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!